mesterséges intelligenciát hogyan tudjuk alkalmazni a gyakorlatban, hogy jelenik meg ez a mi életünkben. És hát akkor én el is kezdeném, ha megengeditek. Ezt ugorjuk is el, ezt a részt azt gondolom. És akkor bemutatkoznék, én Pence Gábor vagyok. A mai meetup első részében én fogok beszélni, aztán majd átadom a szót Rezsi Rihárd kollégámnak, aki majd mi elvezet minket a mélységeivel, vagy mélyebb vizeivel ennek a témának. Én jelenleg gyakornokként dolgozom a Microsoftnál, és a feladatom az, hogy minél nagyobb, mi is minél szélesebb körbe el tudjam vinni a Microsoft mesterséges intelligencia üzeneteit, és ezért is vagyunk többek között ma itt. És amit is gondolunk a mesterséges intelligenciáról, mi hiszünk abban, hogy átalakít minden üzleti vállalkozást, jobbá teszi a mindennapi életünket, és megold pár társadalmi kihívást. És ebből is látszik azt, hogy mi úgy gondoljuk, hogy alapvetően az emberi képességek és az ember van a fókuszban ennél a technológiánál is, hiszen nincsen még egy olyan élő lény, aki együttérzésre, kreativitásra és találkozásra lenne képes olyan szinten, mint az ember. És mi a mesterséges intelligenciát alapvetően ezek képességek elősegítésére szeretnénk használni, ezek meg támogatására, hogy a napi rutin feladatokat megkönnyítsük, és egyre inkább ezek a kreatív és önkifejező megoldások irányába tudjuk terelni a mindennapi életünket. És hát, hogy azt látjuk, hogy az elmúlt pár évben hatalmas fejlődésen ment keresztül ez a téma, ez a technológia, és ez többek között annak tudható be, hogy ma már a felhő szolgáltatások mindenhol ott vannak. Bármerre megyünk, hogyha van mobil vagy internet kapcsolatunk, akkor ezeket el tudjuk kérni, mobilosan tudjuk kezelni a tevékenységeinket és adatainkat. És a másik mozgatórugója ennek a nagy előrelépésnek az az, hogy ma már gyakorlatilag mindenhol, amerre járunk, otthon, munkahelyen, bevásárlás közben vagy akár a forgalomban is adatok vesznek minket körül, és ezeket ma már értelmezni is tudjuk és kezelni is. És azt gondoljuk, hogy az előttünk álló időszak az egy a technológiai fejlődés történetünkben egy legalább olyan fontos lépcső, mint annó, amikor megjelentek az első autók. Ennek az előszere az volt, hogy a 2000-es években egyre népszerűbbé és egyre fejlettebbé váltak ezek a felhő szolgáltatások. És ebből kinőve jelentek meg a mesterséges intelligencia a megoldásuk, és azt gondoljuk, hogy ez merőben át fogja alakítani az életünket. A különböző területeken ezt a korszakot, ezt az ipar 4.0 kifejezéssel szokták említeni. És hát ugye azért a mesterséges intelligenciával rengeteg cég foglalkozik, és hogy miért a Microsoft? Mi alapvetően azt gondoljuk, hogy három olyan alappillérrel nyugszik a mesterséges intelligencia tevékenységünk és fejlesztésünk, amelyek egy nagyon mély és széles körű alkalmazását teszik lehetővé, és hogy mik ezek. Alapvetően az egyik alappillérünk a felhő szolgáltatásunk. Jelenleg az Azure-ban több mint 100 szolgáltatás érhető el, és ez az egyszerű adattárolástól és feldolgozástól egészen a különböző kognitív szolgáltatásokkal bezárólag vagy machine learning modellekkel. A másik fontos elemünk az, hogy az adatokat, azokat ma már tényleg kiválóképpen tudjuk elemezni.
tudjuk értelmezni, tudjuk szűrni, és a megfelelő adatállományt feldolgozva tudunk megállapításokat tenni. És a harmadik alapillér azok az intelligens algoritmusok, amelyeket a különböző fejlesztők készítenek, tesznek elérhetővé, és ezeket már mi is, akár átlagos érdeklődő emberek is fel tudjuk használni, és gyakorlatban tudjuk ültetni. És hát, hogy hol tart ez a technológia a Microsoftos megoldásokkal? Jelenleg a látás és a beszéd képességünk az a 95% vagy a fölött van az emberi képességekhez mérte. A fordításban és az értelmezés, a fordításban azért még láthatóan vannak problémáink, viszont az, hogy 88,5%-os szövegértésre képes az általunk készített megoldások, az azt jelenti, hogy egy tetszőleges Wikipédia cikk elolvasása után nem csak olyan kérdésekre tud válaszolni, amelyek a szövegben explicit el vannak helyezve, hanem olyanokra is, amelyek a szövegben lévő információk tovább gondolását igényelik. És most szeretnék mutatni egy példát arra, hogy ténylegesen mennyire komolyan gondoljuk mi azt, az emberi képességek fejlesztésére szeretnénk ezt használni. Valószínűleg a videó az itt is problémás lesz és nem fog elindulni, de nem is baj, mert ezt tudom személy szerint reprezentálni. A képen egy Microsoftos fejlesztő kolléga látható, aki már gyerekkorában is látás problémákkal küzdött, és a rajta lévő szemüveg segítségével tudja detektálni a körülötte lévő dolgokat, a világot. És részt vettek egy fejlesztő versenyen, ahol ezt a megoldást egy alkalmazásba átültették, ezt Singing AI néven iOS platformon futó eszközökön elérhető is, és ez gyakorlatilag olyan képességekkel bír, aminek segítségével tudunk akár rövidlátóként vagy vakként is könnyen kiigazodni a körülöttünk lévő világban. Például, hogyha kicsit visszaszaladok a prezentáció egy másik pontjába, ahol írott szöveggel is lehet találkoznunk. És mondjuk eljövök ide, van egy ilyen opciónk, hogy elolvassa azokat a szövegeket, amiket mi szeretnénk elé tárni. Azért alapvetően ez angol nyelven készült el, és még a fordítással vannak problémák, de hogy magát a szöveget azt tudja értelmezni, vagy képes arra, hogy ha én szeretnék inni egy üdítőt, és nem tudom azt, hogy most ez Fanta lesz vagy Kóla, akkor megfogom a kis alkalmazást, oda vezetem a bárkódhoz, és hogyha megfelelő fényviszonyok, amikkel most lehet, hogy lesznek problémák, akkor meg tudja mondani azt, hogy ez milyen kiszerelésű és milyen típusú üdítő, vagy segít abban, hogyha ki szeretnénk választani a megfelelő színű ruhát, amit felvennénk mondjuk esetleg a randevunkhoz, akkor csak végig kell húznunk a különböző eszközöken, és akkor ő megmondja nekünk, hogy az éppensége milyen színű. Mondjuk érdekes, hogy ezt hol láthatta, de lehet. És akkor, hogy kicsit haladjunk tovább, szeretnék egy másik megoldást is a figyelmetekbe ajánlani, amit ki tudtok próbálni. Ez az Intelligent Kiosk, ami egy olyan platform, amit ti is el tudtok érni a Windows Store-on keresztül,
és közel 30 vagy annál kicsit több alkalmazást alkalmaz. Ezek jellemzően olyan megoldások, amelyek a valamilyen kognitív szolgáltatáson alapulnak, és nyílt forráskódok, tehát ti is el tudjátok kérni ezeket, a GitHub-ra fel vannak töltve, és akár saját megoldásokat készíthettek belőle. Kiválasztottam párat, amit esetleg meg tudnék mutatni, legalábbis, hogyha a fényviszonyok is úgy gondolják. Ezt a Real-Time Crowd Insight alkalmazást, ezt egyébként több angliai múzeumban is alkalmazzák. Az előbb sikeresen beazonosította azt, hogy én hány éves vagyok, és hogy milyen hangulatban érzékel engem. És most tenni vagyok. Kicsit nehézkesen működik, ahogy látjuk most ebben az esetben. De hogy megmondja azt, hogy milyen érzelmi állapotban vagyunk, és hogy alapvetően hány éves korban feltételez minket. Ugye alapvetően a 7 alapérzelmet tudja értelmezni, és ezt arra használják, hogy az egyes kiállított tárgyak elé kihelyezik, és megvizsgálják, hogy mennyi ideig nézték az adott képet, szobrot, és hogy milyen érzéseket váltott ki. Mert ez alkalmas lehet arra, hogy segítse átszervezni esetleg a kiállító termet úgy, hogy minél érdekesebbé válhasson a felhasználók és a vendégek számára. Vagy egy másik megoldás, ez a MOL kioszk, ami alapvetően a retail iparágban legalábbis arra lett számba, és szerencsére működött. Megmutatja azt, hogy alapvetően én egy férfi vagyok, és hogy legalábbis ezt tudja detektálni, és azt, hogy kb. Hány éves vagyok. És ez alapján tesz egy ajánlást arra, hogy milyen eszközt vásárolhatnék én. Azt gondolja, hogy 26 évesen én már lakásavítás közeli állapotban lehetek, vagy valami barkácsolni szeretnék. De ha mondjuk ide jön hozzám Ricsi, és készítünk egy közös képet. Romantikus hétvégét fogok találni. Hát szerintem egy vacsorát. Hát azt gondolja, hogy a fárasztó nap után lehet, hogy gondolja, hogy egy megfelelő vacsorával ezt lehet jól kezelni, a fáradalmakat, de hogy alapvetően azt a kínálatot, amit feldob, azt akár ti is nem tudjátok adni, és akkor ez működőképes lehet megoldásként. Két héttel ezelőtt, vagy egy héttel ezelőtt voltunk egy kiállításon, ahol odajött hozzánk a Szerencsejáték ZRT egyik képviselője, és például ők elgondolkodtak azon, hogy ez alapján szeretnének ők ajánlásokat tenni a lottózóba bejelentkező embereknek, hogy akkor esetleg még kaparós sorsjegyet, vagy melyik lottót ajánlják az egyes érdeklődőknek. Vagy egy kicsit ilyen lazább megoldást, bókásabb megoldást hozzak. A vaddog... Későn lesz el. De hogy alapvetően ilyen kis játékos megoldásokról is képes, mint a Facebookon szoktunk látni, hogy milyen szuperhős lennél, vagy mi volt az elmúlt életedben a legmeghatározóbb élmény. És akkor az előbb kidobta azt, hogy szerintem milyen kutyák lennénk Miricsivel. És egyébként ez nagyon konzisztens, tehát hogy folyamatos jeleggel azt dobja ki, nem pedig csak véletlenszerűen ajándékozva minket egy találattal. És egy kicsit tovább bevezve, a kognitív search szolgáltatásról is beszélnék egy kicsit. Ugye a napjaink céges világát érinti az úgynevezett digitális transformáció, és lassan minden cég egy kicsit informatikai cég is lesz egyben. És hát ugye ez nem csak abból áll, hogy a különböző okos eszközöket és mobilis megoldásokat beleimplantálják a működésükbe, hanem azt is, hogy a különböző régi megoldásaikat, vagy a régi dokumentumaikat értelmezni tudják, és kezelhetővé kell tenniük. És ezt erre készítettünk egy ilyen mintapéldát. A Kennedy gyilkosság az elmúlt pár évben lett publikussá téve, és
az éves során 80 ezer dokumentum érkezett be. Most hát ezt emberileg nagyon nehéz lenne értelmezni és kezelni, és itt ez a cognitive search megoldás itt lehet jól észlelhető és jól prezentálható, hogyha rákeresünk egy kifejezésre, visszatérünk, lehet, hogy az internet kapcsolattal lesznek némi problémái. Jó, szerintem majd max akkor a téven keresztül megmutatjuk, hogy jó. Tehát, hogy azt szerettük volna bemutatni, és ezen a képen, amit ide be is éreztettem, talán értelmezhető, hogy nem csak a különböző képelt szövegek értelmezésére és keresésére alkalmazható ez, hanem a különböző képek becímkézésére is alkalmas, és ez alapján tud nekünk eredményt dokumentálni, illetve a kézzel írt dokumentumokat is abban is tud keresni, sőt, van arra lehetőség, itt talán most nehezen látszik, de majd Ricsi elmutatja nektek jobban, lehet, hogy az ő internete kicsit erősebb lesz, hogy nem csak a kifejezés mutatja meg nekünk, hogy hol szerepel a szövegben, de a számunkra nehezen értelmezhető szöveget is megpróbálja digitalizálni és utána bemutatni számunkra. És hát most hát beszéltem kicsit arról, hogy mit is gondolunk mi arról, hogy mire lehetne használni a mesterséges intelligenciát, és hogy mi a célunk vele. És mutattam pár egyszerű példát, amit már ti is tudtok használni, és most szeretnék arról mesélni, hogy ez alapvetően a legtöbb megoldás mennyire egyszerű és könnyen használható. Én villamosmérnök leszek, és jelenleg a szakdolgozatomon dolgozok. 2 éve nem írtam egy sor kódot sem, és mégis tudtam készíteni egy olyan alkalmazást, olyan megoldást, ami megvizsgálja a különböző tárvezetékeket, és egy betanítás után meg tudja mondani azt, hogy melyiken észlelhető jegesedés és mely tárvezetékek vannak jó állapotban. Ez azért fontos, mert a villamosenergia átvitelben hatalmas kiesések és energiakárok tudnak keletkezni, hogyha egy szakaszon túl vastag jégréteg, hóréteg rakódik le, és akár oszlop szakaszok is ki tudnak törni. És megpróbálom prezentálni is, hogyha az internet is úgy gondolja. Elnézést, a fény nem lehet legyen benni, mert többet látnak. Jó, megpróbáljuk. Így jó? Mm-hmm. Igen. Egy pillanat. Alapvetően én a Custom Vision megoldás technológiát használtam fel. Amivel lehet készíteni különböző projekteket. Feltöltünk különböző képeket, és ezeket ellátjuk különböző címkékkel, akkor a betanítás után, ami már lefutatott, mutat számunkra egy ilyen kiértékelést, az alapján, hogy a betanítás során miket ért el, ezeket majd Ricsi részletesebben be fogja mutatni, de azt én így tettem, hogy értelmezik ezt kicsit együtt. Ez azt jelenti, hogy azok a képek közül, amiket ő jegesnek érzékelt, azok minden esetben jegesek voltak,
És viszont azokból a képekből, amelyeket én feltöltöttem és előre megjelöltem, hogy azok jeges távvezetékek, azokból csak 90% pontosággal tudtam megmondani azt, hogy az tényleg, hogy azokat mindent fel is találja. És a tiszta esetben pedig itt az látszik, hogy 91% pontosággal mondta meg egy képről, hogy az tiszta, viszont az összes képet felismerte, amit én előzősen tisztának jelöltem meg. És ezzel a felületen van arra lehetőség, hogy feltölthessünk képeket és megvizsgáltathassunk. És akkor ha lefut ez az elemző predikciós modell, akkor itt hamarosan ki fogja értékelni számunkra azt, hogy mit gondol látottak róla. Hogy alapvetően majd itt megjelenik az, hogy ő hány százalékosan gondolja biztosnak, hogy ez tiszta, meg hogy hány százalékosan gondolja azt, hogy ez ezen jegyesítés tapasztalható. De ezt erre majd Ricsi tényleg vissza fog térni, és majd már látszik is. Tehát azt mondja, hogy 100%-ig biztos abban, hogy ez tiszta, és ebből kifolyólag a 0%-ot ad arra, hogy ez jeges lenne. És aztán én megfogtam ezt a modellt, és átültettem egy statikus oldalba, ahol szintén meg lehet azt tenni, hogy feltöltünk egy-egy képet, ott megjelenik, hogy mi volt az a kép, és már csak percek, órák kérdése, hogy ki írja azt, hogy mit gondol erről. Azt mondja, hogy ez biztosan még. Szeretnék mutatni, lehet is beszélni egy lehetőségről, ami alapvetően amivel tudtok majd élni, és visszatállak is rá titeket. Az AI for Earth, az AI for Good programjának egy része a Microsoftnak. Azt kell tudni, hogy a következő 5 évre 50 millió USA dollárt szán a Microsoft arra, hogy olyan projekteket támogasson, amelyek a környezetmegóvásért, a globális felmelegedés ellensúlyozására, vagy esetleg a különböző állatfajok megvédésére fókuszálnak. És hogyha rákerestek erre, akkor az AI for Earth oldalán találtok számos példát erre. Készültem egy videóval, és What if we could stop the next epidemic before it happens? What if technology gave us the power to turn this enemy into an ally? Mosquitoes are the ultimate field biologists, taking blood samples from every animal they fight. Microsoft and its partners are using smart traps to capture mosquitoes and study the DNA they collect. Using the Microsoft Cloud, we can analyze over 100 million pieces of DNA in every sample, so we can identify where diseases come from and how they spread. With the cloud, what used to take 30 days now takes 12 hours, and every second counts. If we can detect new viruses before they spread, we may someday prevent outbreaks before they begin. We must be passionate, we must be bold, and never stop striving in our desire to make an impact. Tehát, habár legyek azok, és azt mondjuk, hogy nagyon zavaróan tudnak lenni a mindennapi életünkben, de hogy alapvetően akár meg lehet fogni ezt a vérszívást egy másik szempontból is, és lehet akár tanulmányozni azt is, hogy a különböző állatpopulációk merre vándorolnak, hogy esetleg milyen vírusok vannak kialakulóban, továbbfejlődőben. És záró diaként én hoztam még egy ilyen kis gyűjteményt is azzal kapcsolatban, hogy hol tovább tájékozódni és tovább
tanulni ebben a témában. Ez a három oldal nem csak ilyen átfogó leíró képet tud nektek biztosítani azzal kapcsolatban, hogy miről szól a Microsoft mesterséges intelligencia megoldásai, hanem a különböző tanulási utat is tud kínálni, és attól függetlenül, hogy ti esetleg biznisz irányból szeretnétek megfogni, vagy fejlesztői irányzatból felkínálja ezeket a tanulási utakat, és ezek elsajátításával akár részt tudtok venni ezen a AI for Earth programon is, ami alapvetően kb. 3 havonta nyílik meg a jelentkezési lehetőség, és akkor lehet azul krediteket kapni és szakmai támogatást. És én bátorítok mindenkit, hogy ismerkedjen meg ezekkel a technológiákkal, hiszen hogyha én is meg tudtam ezeket oldani, akkor ti is biztosan jól tudtok ezzel majd boldogulni. És én most akkor át is adnám a szót Ricsinek, és aztán az ő előadása után pedig tudom válaszolni kérdésekre, és beszélgethetünk kicsit később is az előadás végeztével. Jó, szuper.